napot kívánunk, kedves nézőink! Véget ért a 2013-as kamionos Európa-bajnokság. A Truck Race idei szezonjáról készítettünk egy majdnem egy órás összefoglalót, amelyben a magyar csapat, az Oxo Racing minden olyan futamát felidézzük majd, ahol valamelyik pilótának, tehát Kis Norbertnek vagy Major Benedeknek sikerült fölállni a dobogóra. Szerencsére ebből a szempontból bőséges a kínálat, úgyhogy Kis Norbival ezeken a versenyeken fogunk majd végigmenni. De kezdjük, Norbi, azzal, hogy hogyan is ment neki az Oxo Racing ennek az évnek. A legfontosabb változás az volt, hogy többé nem vagy egyedül. Így van, köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, a legfontosabb változás az volt, hogy lett egy csapattársam, ugye Major Benedek személyében, aki ugye egy nagyon fiatal magyar autóversenyző, és két autóval vágtunk neki a szezonnak. Ugye Johan Hántól sikerült szert tegyünk egy újabb építési és fejlesztési versenykamionra, ami hát sajnos nyilván ugyanazt a motortechnikát nem kaptuk meg hozzá, amivel a Johan versenyez, de ami nekünk jár, azt megkaptuk hozzá, úgyhogy előrelépés minden szempontból az, ahogy az idei szezont elkezdtük. Néhány helyszínről láttunk egy-egy képet, ez például a Le Mans-i katedrális. Azért beutaztátok Európát, erről is fogunk majd beszélni, hogy melyek voltak a legrázósabb utak. És akkor gyerünk, menjünk végig a versenynaptáron. A kezdés május 18-án Misanóban volt, itt állhatott föl tehát először a két magyar kamion a rajtrácsra, és itt ugye a 10-es rögtön a tiéd, amit figyelhetünk. Hát az év elején mindig sokat elmond arról, hogy hogyan sikerült összetenni a technikát, hogy mennyire sikerült olyanná formálni, amilyen te szeretnéd. Tényleg jól indult a szezon, hiszen már itt a vasárnapi napon sikerült egy pole pozíciót szereznem, egy időmérőedzés győzelmet szerezni. Úgyhogy a tempó már itt is a helyén volt kapásból. Sajnos itt az ellenfelekkel való küzdelem nem jött ki, hiszen ugye, mint a szezon közben is kiderült, Markus Österreich az egyik legkeményebb és rafináltabb a versenyzője a mezőnek, úgyhogy vele többször is összetűzésbe kerültem, többek között itt is a rajtnál, ugye. Én érzésem szerint nem hagyott nekem elég helyet, és sajnos ennek köszönhetően levezetett a pályáról, és ennek köszönhetően csúsztam vissza a második helyre a rajtnál, majd aztán a harmadikra, és itt ugye láthatjuk, hogy Österreichet kihívták a box utcába egy büntetésre. Ugye itt a lafogós járvédők esete volt. Hogyha valakinek egy műanyag elem lafogott az autóján, azt áthajtási büntetésre kiírták. Sajnos a szombati napon ebből nekem is egy kiárt. Szombat nem indult jól, vasárnap jobban indult. Ez a hétvége egyébként nem csak az első dobogós helyről marad emlékezetes, hanem arról, hogy összejött az első nap második versenyén Major Benedeknek, az újonc pilótának, minden idők legfiatalabb kamionos EB résztvevőjének egy 9. hely és ezzel 2 Európa bajnoki pont. Aztán következett Navarra, Los Arcos, Spanyolország, ahol ugyancsak sikerült dobogóra állni, és megint nagyon hasonló körülmények között a vasárnapi második hely jött össze az első versenyen. Igen, nagyon jó kis hétvége volt ez is. Itt is a szombati napon ugyan fenn voltam a dobogón, de sajnos egy büntetés miatt azt utólag elvették tőlem. És itt vasárnap pedig ugye Anthony Albacetét sikerült hazai pályán megszorítani, annyira, amennyire senkinek sem sikerült itt. Látható, hogy nem támadási közelségben, de viszonylag közel tudtam hozzá maradni egész versenyen, és a mezőnynek a többi része a harmadik helytől látható, hogy óriási lemaradásban voltak hozzánk képest, úgyhogy a tempó itt is rendben volt. Itt úgy álltunk nagyjából, hogy a versenytempónk, a többkörös tempónk az hiányzik, hogy egy kicsit jobban elhasználjuk az első gumikat a versenyen, mint kellene. De így is nagyon-nagyon jó tempót tudtunk menni, hiszen látod, itt a célban nagyon közel voltunk Antonióhoz, miközben ugye a mezőny tisztes távolságból követett bennünket. Itt egyébként 10., 7., 2. és 4. hely, vagyis mind a 4 futamon pontot tudtál szerezni, ez jó. Egyébként Major Benedeknek is megint jutott egy Európa bajnoki pont Navarrában is. És aztán következik Nogaro, ez már június közepe. És Nogaro meghozta a csapat első győzelmét, de talán némi meglepetésre Major Benedek szállította, aki tulajdonképpen
azt csinálta jól, amit te az előző év végén, tehát a második futamokat első sorból indulva, de főleg pole pozícióból indulva nagyon szépen be tudta húzni. Így van, ez egy fontos része a Camineroka bajnokságnak, hogy a második, napi második futamok azok ugye fordított rajtrácsból indulnak. Ugye Benny itt az első futamon tudott szerezni a 8. helyet, ami ugye azt jelentett, hogy a második versenyen a pole pozícióból indulhatott, és akkor onnan egy nagyon jó rajta, itt az elején megvédte a pozícióját, de hát mindjárt láthatjuk ezt, nem mondom el előre. Itt is van Benny az első rajtkockában. És bár nagyon arra appelláltatok, és mi is nagyon vártuk, hogy lesz-e majd olyan, hogy esetleg két fokszós pilóta legyen a dobogón, hát egyelőre elkerültétek egymást, ugyanis ugye neked a szombati első és a vasárnapi második versenyen sikerült harmadik helyet szerezni, Benedeknek meg a szombati másodikon egy első, tehát összességében volt 3 pódium finish, ami nagyszerű eredmény az Oxfordi Racingnek, csak egymást elkerültétek, persze nagyobb gond sose legyen. És itt látjuk Major Benedeket, hogy képes a fiatalember előjönni. Itt még egy támadást a spanyol Javier Marias Curánától. Marias Curánnál, igen. Nehéz összetenni. Vissza kellett verjen. Szépen kivezette, láttad? Azt csak most néztem. Igen, elég keményen. Benny hamar fölvette a kamion belső ritmusát. Szépen belevezette a falba, ahogy az kell. És itt már Zsaniek Ösztrejk jön mögötte, és hát te is ott kukucskáltál a 10-es, ugye a kis Norbi féle kamion, de hát ez a páros, ez az Ösztrejk kis páros, ez nagyon sokszor összeállt egész évben, mondjuk váltott sikerrel, bár tiszta előzéseid inkább neked voltak, Norbi, de aztán összességében több pontot szerzett, és nem lehetett a végén a végelszámolásnál már utolérni Ösztrejket. Ez mondjuk komoly kis verseny, mert Ösztrejk elől, és aztán hátul Albacete, illetve Johannán. Azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy itt az év első szakában Albacete azzal tudott komoly előnyt kiépíteni magának az Európa-bajnokságon, hogy egymás után 4 alkalommal is első futamot tudott nyerni, tehát Navarrában 1 alkalommal, aztán Nogaróban 2-szer, és még az ausztriai versenyen, az Aidringen is 1-szer, az nagyon sok pontot jelent, és közben Johannán nem mindig ért oda a dobogóra. Egy van, Antonio nagyon erősen kezdte a szezont, így szinte verhetetlennek tűnt. Nekem sikerült itt Navarrában, ami egy új pálya volt a mezőnynek, egy icipicit megszorongatni, de nagyon nehéz dolga volt. Nagyon nehéz dolga volt a mezőny többi részének vele szemben itt a szezon első felében. Itt tehát továbbra is Nogaróban járunk, és azt figyelhetjük, hogy Marias Curenna legyűrése és palánkba segítése után már Major Benedek is nagyon kényelmesen jön. Ugye róla nagyon sokszor elmondtuk, hogy természetesen kora miatt még közúti jogosítvánnyal sem rendelkezhet. Úgyhogy minden szempontból zöldfülűnek számít, kamionversenyben, volán mögött, és egy ilyen nagyméretű technikát vezetve is. De ez is csak növelte ennek a győzelemnek az értékét. Ezt senki nem gondolta, hogy a pont csipegetés mellett esetleg ilyen nagy pillanatot is átél. Hát nem győztek ott a csapattagok videózni, mobilozni. És Mondori Gyuszi karjában a kisember. Valami olyasmit mondott, azt hiszem Gyuszi, hogy hát én mondtam neked. Én mondtam, hogy meg lesz. És aztán jön akkor a nogarói 4. verseny, ahol megint Norbi rád figyelünk majd, hiszen egy 3. hely összejött, bár itt lehet látni, hogy még René Reinert van a 3. helyen, ő a 77-es számú kamion, de már nem sokáig. Itt már erősen közelít ez a 3. az Adam Lackó a Renault-val. Többszörös Európa-bajnoki bronzérmes egyébként. És itt már megvan a 3. hely. Itt a Renault viszonylag jól mentek, ugye 6-ossal látjuk Marcus Bőzigert, itt 3-ossal Adam Lackót. Itt nyilván az évnek az volt az egyik fő feladata, hogy az első versenyekre rá kellett menni, és nem a könnyebb, látványosabb, de kevesebb pontot hozó második futamokon pontot csipegetni. Egy tekintetben mennyire éreztél haladást? Ó, hát óriási haladást. Egyértelműen az első versenyeken is benne voltunk rendszeresen az időmérőedzéseken és az első 3-ban, szinte minden verseny hétvégén. Ugye jó pár pole pozíciót is tudtunk szerezni, és hát az első versenyes dobogókért is kis harcba voltunk szinte minden verseny, úgyhogy óriási előrelépés volt. Ugye ez kulcs ahhoz, hogy az ember a bajnokságban jó helyezést tudjon elérni. És ugye ez is volt a célunk, hogy a bajnokságban hát lehetőleg az első 4-ben tudjunk szerepelni, hiszen ugye az első 3 pilótáról tudtuk azt, hogy nagyon jó autóval versenyez, csúcstechnikás sem már motorral versenyez.
és velük szerettük volna mindenképpen fölvenni a harcot, és ez hál' Istennek sikerült. Itt érkezik egy remek harmadik hely. És akkor az összefoglalóban rövidesen jön majd egy szünet, de előtte még megmutatjuk, hogy az A1 ringen Ausztriában, ami a nem hivatalos hazai futamá lépett elő, hiszen közelebb van, mint most Csehország, ami eddig a legtöbb magyart vonzhatta. Szóval az A1 ringen történt valami, ami előtte még soha nem, ugyanis minden futamon sikerült dobogóra állni. Két második és két harmadik hely, és itt először mutattad meg azt, hogy hogyan lehet úgy versenyezni, ami aztán, hogyha fönntartható, akkor abból tényleg Európa-bajnoki címvárományú lehetsz. Így van, komoly mérföldhő volt ez nekem is és a csapatnak is, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Itt egy második helyen tudtam jönni, sajnos itt egyet rontottam a második kanyarban, amiatt jól el tudott menni. És végig ugye látszik, hogy sokkal gyorsabb voltam nála, de nem volt sajnos igazán jó előzési lehetőségem a verseny során, úgyhogy maradt a szintén szép harmadik hely. Azért annyit Norbi, mondj még el, hogy az hogy lehet, hogy te gyorsabb vagy, mint Hán, hogyha ha te is elmondtad, hogy neki annyival jobb a technikája. Ez nem nagyon jelenthet más, mint hogy te jobb pilóta vagy. Köszönöm szépen. Hát ne, most tényleg. Hát nem, ugye nyilván nem csak a motortechnikán múlik, tehát hogy nagyon sok szinte több múlik a futóművön és a adott beállítások, hogy éppen aznak milyen beállításokat találunk az adott körülményekhez, mint az, hogy éppen kinek van 50 lóerővel több. Folytatjuk tovább a kamionos Európa-bajnoki éves összefoglalót az A1-ringről Ausztriából. Nemrég láthatták az első futamot, ahol is sikerült Kis Norbinak a harmadik helyet megszerezni. Itt most jön a szombati második verseny Ausztriából, és ugye mindez azt jelentette, hogy bőven kellett előre lépegetni ahhoz, hogy újra meglegyen a dobogó. Hát ennek látjuk most a fokozatait, a lépcsőit. Mikor Mäkinen ott a krokodilosban. Jól sikerült a rajtét, mert kettőt tudtam előzni kapásból, ugye Markus Österreichet és David Vreszecki, akik a belső oldalon csatázgattak egymással. Sikerült itt kívülről rögtön megelőznem az első kanyarban, és utána pedig tudtam jönni jól Mäkinenre. Neked nem úgy minden verseny megvan? Nagyjából, nem minden pontosan, ugye nagyon sok versenyünk van, hiszen ugye 40 versenyt futunk egy évben. Ezt akartam mondani, hogy az 10 verseny hétvégén összesen de, 40 futam. De nagyjából megvan. Azt gondolom, hogy egy ilyen 80%-os teljesítménnyel emlékszem mindenre. Na nézzük akkor itt azért a betonfalról a másik oldalt is. Sajnos Mika Mäkinen megpróbálni. Mika Mäkinen támadása. Egy kicsit tovább tartott, és egy kicsit lemaradtunk így itt Lackótól. És így Lackót már csak a verseny utolsó, gyakorlatilag utolsó körére tudtam utolérni, és egy körös támadást tudtam ellene intézni. De ez nagyon tiszta előzés volt. És aztán még Ábaszétét megfogja egy pár kanyar erejéig Mika Mäkinen. Jól sikerült egyébként az ausztriai verseny Major Benedeknek is, hiszen a négy futamból háromszor pontot szerzett, két tizedik és egy kilencedik hely, az összesen négy Európa-bajnoki pont volt az újonc versenyző számára. És akkor itt a legvége. És itt már majdnem megvan, sőt, hát egy pillanatra megvan. Nagyon-nagyon jó csata volt egyébként, aztán a szezon egyik legjobb csata, hiszen Adam Lacka egy olyan fair versenyző, akivel lehet versenyezni, hiszen látható, hogy helyet hagyunk egymásnak mindig a pályán, és úgy csatáztunk itt másfél körte egymással, hogy nem értünk egyáltalán na össze. De itt a tiéd a verseny, ugye első ez helyen vagy. Volt. Hát ugye ez itt azért ment az oda-vissza, itt ugye azért látható, hogy egyik kanyarban nekem sikerült elő lennem, másik kanyarban neki sikerült elő lennem. Na jó, de most tisztán meg van. Hát itt sajnos voltak problémák, itt, hogy itt nagyon, igen, nagyon figyelni kellett a pályáhagyásra, és itt azért lassultam meg, mert nem akartam semmiképp sem lemenni ugye a pályát határoló fehérvonalon túlra, ami ugye büntetést érhetett volna. És emiatt, tehát hogy nem akartam úgy előre kerülni, hogy lemegyek a pályáról, és emiatt tudott visszatámadni Lackó, úgyhogy de itt még nincs vége. De itt lehetett hallani egyébként a közönséget, hogy ennek nagyon nagy sikere volt, amit műveltetek. Igen, nagyon ezen a verseny hétvégén nagyon jót tudtunk menni minden versenyen, és minden versenyen tudtam támadni, és csatát felmutatni, úgyhogy közönségkedvencek is voltunk, hál' Istennek. Jól van akkor. Tényleg nagyon izgalmas volt ez az egész hétvége nekünk, és hát ugye itt a mérföldkő, amikor ugye mind a négy versenyen dobogóra tudtunk állni ezen a verseny hétvégén, úgyhogy még majd jön a többi, ez még csak a szombat. Igen, igen.
Ugye első már körben, ugye Lac kommentel elől, volt, hogy te jártál elől, és ez most megint a fordított felállás, és innen már nem sikerült még egyszer megcsinálni, hiszen jön a kockázászló, és jön egy második hely. Ugye ez pont szempontjából, hogy az első és a második hely között ugye egy pont különbség van, 10 és 9 pont, úgyhogy olyan túl nagy kockázatot nem is ért volna meg itt ez az előzés. Persze a győzelem mindig fontos, de itt már kezdtünk ráhangolódni arra, hogy inkább pontokat kell szerezni, mint kiesni. És akkor nézzük az újabb rajtot, egy pillanatra Johan Hahn fedélzeti kamerájából figyelhettük a versenyt és a mezőny elejét. Markus Österreich az első helyen, kis Norbi második. Hát ugye tipikus Markus Österreich manőver. Megköszönhetően az első kanyarban kivezetett a műfűre, levezetett a pályáról, nem hagyott helyet maga mellett kívül, amit ugye előző nap csapattársa Antoni Albacete megtett. Itt most ő kivezetett engem, és ennek köszönhetően nem tudtam olyan jót kigyorsítani az első kanyarból, és sajnos Antoni is elém került, annak ellen, hogy a másik helyről tudtam rajtolni. Johantól kaptam egy kis lökést, és kellett védekezzek ellene keményen. De összességében lassan ott tartunk, hogy egyes helyzetekben jobb a harmadik, mint a második hely? Abszolút, sajnos, ezt kell mondjam, igen, a bajnokság Mármint szempontjából. Mármint az időmérőknél. Az időmérőknél, igen, nagyon-nagyon sok példa volt a szezonban erre. Tehát neked a külső év nem mindig feküdt, sőt nagyon sokszor... Nem nekem, senkinek se. Tehát nagyon külső évről nagyon-nagyon nehéz. Hogy ilyen pórjasra fogalmazzak. De szinte mindig a külső évről mindig pórul járnak az emberek. Tényleg lehet, hogy egy sorral hátrébb, de belül jobban lehet járni, főleg, hogyha a rajtnál ugye két ugyanolyan kanyar, tehát hogy két ugyanolyan kanyar, egyforma kanyaros, ez legyen jobbos vagy balos, ugye akkor ugye a pozíciók fordulnak, hogyha bal kanyar van a pálya elején, hogyha két egyforma kanyar követi egymást a rajt után, akkor mindenképpen jobb a belső oldalról rajtolni, még egy sorral hátrébről is. És szintén ez a verseny is arról szólt, hogy én gyorsabb tudtam volna lenni, ugye Österreichnél és Albacetenél is, sajnos nem tudtam előzni ellenük, úgyhogy harmadik hely. Na, a fiúknak tetszett. Nagyon nem, hát nagyon-nagyon jó volt, hiszen ugye megszereztük a harmadik dobogónkat ezen a hétvégén, ami nagyon-nagyon fontos volt pontok szempontjából, még hogyha a győzelem is az, amire fájt a fogunk, a bajnokság szempontjából értékes pontokat szereztünk. És akkor megnyújtatjuk a negyedik futamot is. Ez ugye szintén azt eredményezte, hogy a hatodik helyről kellett rajtoljak a második versenyen, és ugye itt is jó pár előzést kellett ahhoz produkálni, hogy dobogó közelbe érhessek. Itt például belül most Adam Lackó, mögötte lévő sor is erősnek tűnik Albacetével és Österreichel, aztán McKinnon már kicsit leszakadva. Itt Vrösecki jön elő, Bőziger mögött még, azért elsősorban Hahnt kellene megelőzni. Ez egyébként itt a szezon egyik legjobb pillanata volt nekem itt ez az előzés Johan Hahn ellen, hiszen azért akkor még kétszeres, most már háromszoros Európa bajnokot sikerült úgy befűznöm, hogy tiszta előzéssel, jó manőverrel tudtam elé kerülni, úgyhogy ez egy nagyon jó pillanat volt nekem itt a szezonban, nagyon örültem neki, hogy ez sikerült. Hahn nem örült egyébként annyira, mert ahhoz képest, hogy Misanóban az év első versenyét ő nyerte meg, tehát a misanói szombati első versenyt, utána még egészen az ezt követő számára hazainak számító Nürburgringi versenyig egyáltalán nem tudott futamot nyerni. Tehát ez mindenképpen azt jelentette, hogy komolyan kezdett leszakadni, és egyáltalán nem volt sikerélménye. És ez az osztrák pálya sem volt egy olyan, ahol egyszer is odaért volna a mezőny elejére. Igen, Johannek nagyon nehezen indult itt a szezon. És úgy tűnt, hogy Antoni Albacetének sima út fog vezetni a bajnoki címhez itt a szezon első felében. De... Fú, a műanyagokat hogy begyűrte már a... Johan tudott fejleszteni. Hát igen, itt volt egy kis, nagyon, tényleg nagyon jó eredményt akartam elérni, és emiatt itt mindent megtettünk. Úgyhogy egy kicsit néha volt egy kis koccolás hátulról, csak hogy érezzék, hogy jövök. Úgyhogy sajnos, hogy ez a lökhárító egyébként ennyit bírt itt ugye a szezon első négy verseny hétvégéjét végig ugyanazzal a nem műanyag elemekkel, de vaslökhárítóval teljesítettem, és akkor hát itt a negyedik hétvégén mondta azt a vaslökhárító a műanyag alatt, hogy elég. És jó, hogy erre nem mondták neked, hogy elég és ki kell jönni, tehát hogy ez azért ott rögzült annyira, hogy nem minősítették veszélyesnek. Igen, ez még pont bár rosszul talán nézett ki, de úgy tűnt kívülről, hogy még ez működik. Egyébként és akkor működött. Helyszínt váltunk, Németország, Nürburgring, egy igazán legendás helyszín, és Johan Hahn számára hazai pálya. Hát itt a rajtot követően ez a visszafordító jobbos, ez nem könnyen túlélhető, főleg akkor nem, amikor látjuk néha, hogy nyújtott kanyarokban hárman, négyen bemenek egymás mellé.
itt minden esetre Albacete és Hahn ment előről. A németországi verseny egyébként július közepe táján volt, július 13-14-e környékén, és ismételten sikerült összeszedni két dobogót. Az egyik pedig a dobogók közül számodra az első olyan volt, amikor meg is nyerted a versenyt. A legfelső fokára most rajtad volt a sor. Nem tudom egyébként, de beszélgetünk persze évközben Jobágy Ákos csapatfőnökkel, meg veled is erről, hogy összességében az, hogy jönnek a pontok, az jó, és simán lehet bajnokságot nyerni, akár győzelmek nélkül is, de hogy ez nem kezdett nyomasztani, hogy egyszer csak a himnuszt el kéne, hogy játsszák neked? Hát, igen, tudtuk egyébként, hogy nehéz helyzetbe kerülünk, hiszen gyorsultunk nagyon sokat, és ugye egyértelműen itt a top 3-ba kezdtünk el tartozni a mezőnyben, viszont tudtuk, hogy első versenyeket nyerni nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. Viszont tudtuk azt, ha leszek második, harmadik, akkor viszont ugye 6., 7., 8. rajthelyekről kell jöjjek folyamatosan a második versenyeken, ahonnét pedig szintén nagyon-nagyon nehéz nyerni. Ugye láthattuk ezt ugye Ausztriában is, hogy ugyan a második helyekig elértem, de győzelmet nem sikerült szerezni. Úgyhogy tudtuk, hogy ez várható lesz számomra, hogy talán győzelmekben nem lesz olyan gazdag ez a szezon, mint amilyen eddig volt, viszont pontokban sokkal-sokkal gazdagabb lett, ami ugye a bajnokságban sokkal szebb helyezést eredményezett. Ezen a versenyen egyébként Németországban Major Benedek 4-ből 3 futamon pontot tudott szerezni, és ebben volt egy 6. és egy 7. hely is, úgyhogy ugye korábban inkább csak 9-10. Helyeken csípett pontot, mikor épp nem nyert futamot, most azért a 6.-7. szép, de a legszebb az, amit most láttunk, nevezetesen azt, hogy Österreichet és Johan Hahnt megelőzve lehetett a fénykürtel ünnepelni az első győzelmet. Nagyon jó volt, nagyon kellett a csapatnak, és nekem is azt, hogy végre be tudjunk hozni, akár egy második futamot is. És ugye ez is egy olyan futam volt, ahol egy negyedik rajthelyről indultam, és nem könnyű pilótákat kellett megelőznem, hiszen ugye Frankie Wojtyszek, Markus Österreich, Markus Bösiger volt előttem, úgyhogy nem volt könnyű verseny, különösen Frankivel, aki tényleg Frank is ugye az agresszív, kemény, talán nem sportszerű pilóták közé tartozik, úgyhogy vele itt is különösen nagyot kellett küzdenem ezen a versenyen. Köszönöm a szülinnek ajándékot! Új helyszín következik, az oroszországi Smolensk. Szép kis túra volt. Nem volt könnyű. Közeli európai kiruccanás. Viszont a verseny hétvége jól indult. Ez volt az első olyan verseny hétvége, ahol az időmérőedzésen voltunk egy kicsit hátrányban, viszont a verseny pedig nagyon-nagyon jó tempót tudtunk menni. És ez ki is fizetődött itt. Hiszen itt látható, hogy az első kanyarban sikerül Johant megelőznöm, és a kigyorsításnál pedig Antonio ront el egy váltást, ami miatt előre tudtam kerülni a harmadik rajthelyről. Nézzük csak, hogy itt ez még az első előzés, és itt ront Antonio, ott lehetett látni. Itt a kuplung pedál helyett a fékpedálra is rálépett a lábával, és emiatt vesztett óriási lendületet, amivel sikerült átvegyem a vezetést. Úgyhogy ez egy fontos momentum volt szintén. Hiszen... Nem is tudom, hogy leszámítva ezt a kettővel ezelőtt, ugye láttunk, amikor Lackó előtt egyszer vezettél, hogy volt olyan, hogy elől mentél? Hát ugye volt egy-két alkalommal, ugye mikor pole pozíciót szereztem ilyenek, de sajnos így vagy úgy ugye. Például Navarrában is ugye egy pár kört vezettem, amíg ugye Antonio ugye nekem nem jött hátul, ugye ezt azon közben láttuk. És ott vesztettem el ugye az első pozíciót, aztán még utána ugye büntetést is kaptam utólag azért, mert ő kilökött engem. De voltak ilyen momentumok, amik ilyen nagyon balszerencsés momentumok. De ez a nap ez nem az volt. Ez a nap ez az a nap volt, amikor átvettük a vezetést, neki volt balszerencsés momentuma, vagyis hát hibázott inkább mondjuk úgy, ami egyébként szintén azért nem nagyon jellemző. Azért igen. Az nagyon nem ugyanaz, amikor téged féktávon letarol, vagy kiküld a pályára Albacete, és mikor valaki elváltja magát. Igen, erre akartam célhoz, hogy ő hibázott, ami azért nem jellemző egy ilyen Antonio Albacete és Johan Hahn kaliberű tapasztalt pilótákra, akik ugye 10-15 éve űzik ezt a sportot, ugye nagyon-nagyon sikeresen sok-sok bajnoki címmel a hátuk mögött. Ez nem jellemző rájuk, ez a hibázás. Itt nagyon eljöttetek egyébként Albacete-vel. És itt jó tempót tudtam jönni, olyan tempót tudtam jönni, hogy ilyen Antonio Albacete-vel ilyen századra egyforma köröket jöttünk, és nem tudott. Közel volt, de egyáltalán nem tudott támadási pozícióba kerülni az egész versenyen. Igen, és ez sehol senki jött, az előbb láthattuk, hogy brutálisan elpáholtátok a mezőnyt, és ez volt az a pillanat,
ami viszont korábban nem jött össze, hogy első versenyt sikerült nyerni maximális pontszámmal. Így van, újabb mérföldkő, ez volt a nagy álmunk, és nekem a legnagyobb vágyam így a szezon kezdetekor, hogy egy ilyen összejöjjön. Vagy ne is akár egy, hanem több, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, hogy ez sikerült. Egyébként itt Smolenskben Major Benedek az első és a második versenyen is szombaton a 10. helyet szerezte meg, tehát egy-egy pont ezért járt, neked pedig a 8. rajthelyről kellett volna minél jobban előre keveredni, és ebből lett végül is egy 5. pozíció. És hát aztán következett a Smolenski második nap, és bár Major Benedeknek összejött egy második hely, neked valami egész nagy csúszság jött össze helyette. Igen, sajnos ez a legszerencsétlenebb napunk. A legszerencsésebb és legjobb napunk után a legbal szerencsésebb napunk következett. A totálkár, aminek ebben a pillanatban jött el az ideje, mert hogy, és hát megint ugye ez a pack faktor, ami mindig benne van. Elképesztő hogy, pack faktor. Hogy lehet haragudni Adam Lackóra, de ugye most már lehet azt tudni azóta, hogy ott meghibásodott valami a igen, fékben. Eltört. Hát a rugózás. Vagy a rugózás, bocsánat. A fék működött neki, csak eltört előre a rugó, és emiatt irányíthatatlanná vált az autó. Rugózatlanná vált az autó eleje, amit Lackó érzett, és satufékezett. És hogy pont benned kellett megállni, és hogy nem épp más volt ott. Órásban és... szerencsém. Egyébként néztem őt a tükörben, hogy jön, de láttam, hogy messze van, nincs támadó közelségben, úgyhogy amikor ideértünk a kanyarbefordulásra, akkor már nem néztem őt. Úgyhogy tehát te voltál a legjobban meglepő, hogy mi ez a csattanás. Meglepődtem, igen, váratlanul ért. És elment a fülke többek között, meg hát sok hátsó minden más. Hátsó futómű óriási. Úgyhogy totálkár. Az első futam megnyerése még a szombati első versenyen klassz volt, itt meg lehetett azon morfondírozni, hogy sikerül-e majd Csehországra összetenni a kamion. Úgyhogy maradt Major Benedek, de ha már maradt, akkor neki a vasárnapi első versenyen összejött egy 7. hely, az ugye elsősoros rajtpozíció második helyről, és ezt a vasárnapi második versenyen Mika Mäkinen mögött be is tudta váltani, és sikerült egy második helyet szereznie, úgyhogy Major Benedek így ismételten felállhatott a dobogóra. Sajnos ez a Smolenski pálya és azok a pályák közé tartozik, ahol nagyon-nagyon nehéz előzni. Úgyhogy a verseny közben sok pozíciós cserét már nem nagyon láttunk. Itt egyébként közben már a lapogó sárvédő szabály megszűnt ugye a csapatok és versenyzők kérésére. A szezon további részében a lapogó sárvédőért már nem hívtak ki senkit. És itt Major Benedek egy második helyjel. És akkor megyünk Csehországba, Mostba, illetve hát mondjuk el mindenképpen, hogy sikerült összetenni a kamiont. A Smolenski baleset az július 28-án volt, itt pedig augusztus legvégére, tehát kerek egy hónap alatt kellett összetenni. Mennyire sikerült ez maradéktalanul? Sikerült. Tempót jól tudtunk menni, az autó nagyon-nagyon jó volt, és hát egy másik fajta hibával, egy újonnan előjövő hibával küzdöttünk. Ugye itt a Csehország hétvégén sajnos, ugye a kormányzással gyűlt meg a bajunk ezen a hétvégén nagyon, és ugye kormányszervopumpa és kormánygép hibákkal küzdöttem egész hétvégén. Úgyhogy nekem ez kevésbé tartozik a sikeres versenyek közé. Egy alkalommal sikerült fölállnom a dobogó második helyre, amit szintén utólag ugye elvettek itt a vasárnapi versenyem. Egy kemény előzési Antoni elbeszétével szemben. Amit mondjuk én szintén nem érzek fairnek, hiszen ennél sokkal-sokkal keményebb előzések álltak meg már a versenybíróság előtt, sőt, oda sem kerültek. Én egy ilyen közepesen gyengén kemény előzés miatt versenybíróság elé kerültem, és büntetést is kaptam. Úgyhogy sajnos ez is azok az új kihívások közé tartozik, amikkel a jövő évben küzdenünk kell, hogy lehetőleg ne keveredjünk olyan helyzetbe. Ne közben Beni. Beni jön, és Beni nyer, hiszen szombaton az első versenyen 8. lett. Pole pozíció és futamgyőzelem, ez már benne van, és bármilyen furcsa, de ez már el is várható szinte innentől kezdve tőle, hogy a pole pozíciót vigye végig, mert látjuk, hogy ő maga képes rá, és a technika is képes rá. Csehország tehát ismét hangos volt a magyar himnusztól. Szolderben viszont láttunk egy megemelkedő kamiont, majd egy kamiont, ami belemegy a betonfalba. Sajnos mind a kettő Major Benedeké. A szélvédő sincs sehol,
és igazából Benny sincs sehol, később kiderült, hogy lényegében sokkos állapotban kiszállt és berohant. Itt látjuk, hogy Bőziger kamionjának hátulján felpattan, és aztán 130-al ilyesmi tempóval bele ír egyenesen a betonfalba. Itt ez az óriási nagy csattanás, törik minden. Szerencsére nem Benny, ez a legfontosabb, de ez volt az Oxo Racing második totálkár, és aztán itt majd, nem tudom, látjuk-e, de volt egy kép, amikor Benedek egyszerűen kirohant, és azt se tudta, hogy merre van, és úgy kellett valahogyan életet pofozni belé, vagy vizet önteni rá, mert ez nagyon csúnya volt minden szempontból.